szeretettel és tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, megkülönböztetett tisztelettel Lovász Lászlót, akadémiánk volt elnökét, akadémikus társaimat, a család részéről megjelenteket, közvetlen munkatársakat, közgyűlési képviselőket és mindazon személyeket, akik jelen vannak. Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Tudományok Osztálya a mai napra rendelte el Pál Csaba, az MTA levelező tagjának székfoglaló előadásának megtartását, aminek a címe Antibiotikumok és ellenálló baktériumok. Különleges eset egy 47 éves korában megválasztott fiatal levelező tagról van szó, most már 48 éves mindjárt, ami ugye elég ritka, és hadd hangsúlyozom, amikor azt mondják, hogy az akadémián mind öregek vannak, hát ez nem így van. Akadémia azért megfiatalodott, most már tulajdonképpen egy jó 10-15 éve jelentős fiatalitási tendencia látszik, és hát a nem csak hazai, hanem nemzetközi páston is kiváló kutatóknak a megbecsülését is jelenti. A mi akadémiánk, ami 200 éves lesz most már 2 év múlva, azt hiszem, hogy változatlanul a közbizalom tekintetében az első helyen áll ma is a lakosság között, és nagyon reméljük, hogy a fiatalabb akadémikusok is tovább viszik a zászlót mindenképpen. De térjünk rá Pál Csabára, aki tulajdonképpen az SBK-ban dolgozik, 75-ben született Budapesten, és az Innovációs és Technológiai Minisztérium által támogatott Nemzeti Biotechnológiai Laboratórium egyik alprogramjának a vezetője. Kutatásai ötvözik az antibiotikum kutatást, az evolúció kutatást és a rendszerbiológiát. Éppen a mai osztályülésünkön beszélgettünk arról, hogy szép dolog a számmisztika, de hát az volna jó tudni, hogy az illető személy, akiről beszélünk, milyen maradandó nyomot hagy maga után, és mi az, amit felfedezett, vagy mi is a dolog lényege. Tehát nem csak számokról van szó. Hát azt kell mondanom, hogy Pál Csaba beírta már a nevét mindenképpen genomkutatásba. Az első fontos megállapítása, hogy a genomevolúció magasabb fehérje kifejeződése lassú változásokkal jár együtt, és a baktérium mutáció evolúciót a vírusok is befolyásolják. Tehát a baktérium-vírus interakció, ami egy teljesen új kutatási terület és rendkívül jelentős, ezt gondolom, hogy a mai világban egy COVID után ez mindenki számára teljesen világos. A másik jelentős felfedezése a biológiai hálózatok evolúciója, ami tulajdonképpen evolúciós rendszerbiológia tárgykörébe tartozik. Ez rendkívül fontos kérdés, egybe látni, holisztikusan látni az egész biológiát és az evolúciót. A következő az antibiotikum rezisztencia kapcsán leírta az úgynevezett kollaterális szenzitivitást. Ő majd el fogja nyilván mondani, hogy ez mit jelent, hogy az egyes antibiotikumok hatása adott fertőzések esetén más antibiotikumok hatását miképpen és hogyan befolyásolja. És hát 2 új antibiotikum jelöltet szabadalmaztatott, emellett egy genomikai eljárást is, tehát tulajdonképpen 3 szabadalommal rendelkezik. Tehát kifejlesztett és szabadalmaztatott egy genommérnöki eljárást. Munkássága során 95 tudományos közleményt publikált, és 22 munkája jelent meg a Nature folyóiratban, vagy annak a társ folyóirataiban, és tulajdonképpen a Google Scholar szerint 11.240 idézete van, ami hát egy nagyon jelentős dolog mindenképpen. Számos kitüntetésben részesült, Ignác Liebmann-díjban Szentgyörgyi Talentum-díjat kapott, Bolyai János alkotói díjat, akadémiai díjat, és hát számos nemzetközi pályázatot nyert el, szerkesztőbizottságokat illetően olyan jelentős folyóiratokban,
szerepel, mint a Molecular Biology and Evolution, a PLOS Biology és a Biology Direct. Na most hát ő igazából nem az egyetemen nőtt fel, hanem egy kutatóintézetben, de hát Szeged abban a szerencsés helyzetben van, hogy aminek össze kell nőni, az összenő, mert a Szent Györgyi Egyetem és a Szegedi Biológiai Kombinát vagy Centrum hát együtt dolgozik, és mód van kölcsönösen módszerek átvételére és a oktatásra is, és hát ebben is jeleskedett, és amit szeretnék elmondani, hogy a tanítványai, mert azért az iskolateremtésnek ez az egyik fő kérdésköre, következő eredményeket érték el. Junior Prima Primicia díj, Stephen Kufler ösztöndíj, Böhringer Ingelheim ösztöndíj, Albert Szentgyörgyi Young Investigator Award, Sophie díj, MTA Bolyai János kutatási ösztöndíj, MTA fiatal kutatói ösztöndíj. 5 PhD-s hallgatója volt, akik vele dolgoznak, és kutatócsoportjában ezen kívül 14 postdoc végzi a munkát, legkorszerűbb módszerekkel és a legmagasabb szinten. Hazai és nemzetközi elismertsége során és alapján támogatták jelöltségét többen, nyilván ő el fogja mondani, hogy kik. Az osztályról, és az osztály egyhangon megszavazta, és a szavazati arány tekintve az első volt. Többet én nekem nem is kell mondanom, fölkérem akkor most Pál Csabát, hogy tartsa meg még egyszer az antibiotikum és ellenálló baktériumok című előadását. Parancsolj! Köszönöm szépen, megtiszteltetés! Kedves hölgyeim és uraim, kedves barátaim, megtiszteltetés, hogy itt lehetek, és mesélhetek nektek, önöknek a kutatásaimról. Nagyon sok olyan arc van itt, akikkel együtt dolgozom évek óta, vagy segítették a munkámat az SBK keretein belül. És amikor meséltem, hogy lesz ez a székfoglaló előadás, az egyikük megkérdezte, hogy ez a székfoglaló játékhoz hasonlít-e, amikor különböző székeket így körbe rakjuk, elindul a zene, majd egyel kevesebb szék van, mint ahányan vagyunk. Nos, erre nem számíthatunk a mai nap folyamán, ez sajnos itt ezt meg kell mondanom, de azért próbálok közérthető lenni, és nagy izgalommal tölt el, hogy egy olyan munkáról is beszélhetek, amelyik most van készülőben. Ezzel kelünk és fekszünk most már 3 éve. Úgyhogy nagy örömmel beszélek most erről egy kicsit. Szóval antibiotikumok és ellenálló baktériumok. Mik ezek az antibiotikumok? Hát röviden olyan gyógyszerek, amelyek az emberi szervezetben megtelepedett baktériumokat pusztítják. Tehát hatástalanok más élőlényekkel szemben, így vírusokkal, vagy más mikroorganizmusokkal szemben, kizárólag baktériumok ellen működnek. Most egy részük úgynevezett természetes antibiotikum, ha úgy tetszik, mert ezek az antibiotikumok ősiek egy részük legalábbis. Talajlakó baktériumok sok-sok millió éve termelik ezeket, és más mikroorganizmusok azért termelik, mert tulajdonképpen meg akarnak szabadulni a vetélytársaiktól. És ezek a talajlakó baktériumok önmaguk nem csak hogy termelik ezeket az antibiotikumokat, hanem természetesen ellenállóak velük szemben. Tehát önmagukat nem írtják ezek az antibiotikumok. Tehát tulajdonképpen mi más sem teszünk részben, mint ezeket az antibiotikumokat izoláljuk, kinyerjük, majd tulajdonképpen ipari szinten termeljük őket. És nem is meglepő ezért, hogy számos esetben ezek hatástalanok lesznek. De tulajdonképpen az antibiotikumok is, ezek közül is az egyik legfontosabb a penicillin. Ez egy óriási varázsgyógyszer, ha úgy tetszik. Talán a 20. századi medicinának az egyik legfontosabb felfedezése volt, és tényleg a 30-40-es években, amikor tömegszerűen elkezdték gyártani és használni, akkor ilyen szalagcímekkel találkozhatunk, az új csodaszer, amit a penészből nyerünk. És rengeteg embernek természetesen az életét megmentette, és továbbra is nagymértékben is rendkívül sokszor használjuk.
Ám van egy probléma ezekkel az antibiotikumokkal. Az a probléma pedig az, hogy bármely antibiotikumot dobtak piacra az elmúlt 60-70 évben, számos év, később látjuk azt, hogy vannak baktériumok, amelyekkel szemben ezek az antibiotikumok hatástalanak. Tehát megjelent a rezisztencia, vagy az ellenálló képesség a baktériumban. Tehát egy adott kezelés egyre nehézkesebbé vált, és gyakran nem is tudjuk, hogy milyen antibiotikumokat kellene használnunk. Gyakran egy-egy sok-sok szövődménnyel járnak ezeknek a rezisztens baktériumoknak a megjelenése, és gyakran odáig fajul a helyzet, hogy már olyan gyógyszerkészítményeket használunk, amelyeket eredetileg az állattenyésztésben használtak. És azért nem használták eredetileg emberi kezelésekre, mert tudjuk, hogy káros mellékhatásaik is lehetnek. Nos, ez egy egyre súlyosabb probléma, és tulajdonképpen ami miatt ez rendkívül súlyossá válik, hogy ezek a baktériumok nem egy, hanem általában sok antibiotikummal szemben válnak ellenállóvá, vagyis ilyen multidrog rezisztens baktériumok jelennek meg. A mi laboratóriumban is vannak olyan baktériumtörzsek, változatok, amelyeket 40 különböző antibiotikummal próbáltunk, és szinte mindegyikkel szemben hatástalanok ezek az antibiotikumok. Ezek szinte mindegyikével szemben ellenállóak voltak ezek a baktériumváltozatok. Na most paradox módon, egyik oldalon látunk egy óriási globális problémát, de közben az új antibiotikumok fejlesztése lelassult. Egyre kevesebb új, minőségileg új antibiotikum az, amit piacra dobtak, és amely valóban hatásosnak bizonyul ezekkel a multidrogrezisztens baktériumokkal szemben. Tehát egy óriási krízis van. És erre a krízisre tulajdonképpen a gyógyszeripar nem mindig válaszol jól. Mi ennek az oka? Hát bizony meg kell érteni a piac logikáját, hogy miért van az, hogy egy ilyen krízis helyzet mellett a gyógyszerkutató cégek nem szeretnek új antibiotikumok fejlesztésébe belevágni. Hát ennek az az oka, hogy az antibiotikum fejlesztés lassú, költséges, és a megtérülés sok szinten is bizonytalan. Amit itt látnak, az tulajdonképpen az, hogy mennyit kell befektetni a preklinikai és a klinikai stádiumban egy új antibiotikum használata előtt, és hogyha ezek valóban elérik és engedélyezik egy ilyen gyógyszert, akkor bizony már a mínusz 5-600 millió dollárnál tart egy adott antibiotikum kutató cég, vagy pedig egy nagyobb gyógyszertég. És sajnos, mivel nagyon gyakran a használata limitált és különleges engedélyekhez van kötve, a megtérülés gyakran 20 évet vesz igénybe. Tehát 20 év, mire megtérül egy adott antibiotikumnak a befektetése, és gyakran még ez sem biztos, hogy meg fog térülni, hiába kaptak meg minden engedélyt az adott cég, és részben nagyon sok oka lehet ennek. Az egyik például az, hogy kiderül, hogy ezekkel az új antibiotikumokkal szemben az ellenálló baktériumok nagyon gyorsan megjelennek. Ez az egyik oka, például a jelentős piaci szereplőknek a száma, akik valóban elég tőkeerősek ahhoz, hogy egy új antibiotikum fejlesztését a kezdettől a végső stádiumig végigvigyenek, azoknak a száma jelentősen csökkent. Tehát Novartis, AstraZeneca, Sanofi, Allergan mind bezárták ezeket az antimikrobiális programjaikat, ők már új antibiotikumokat nem fejlesztenek, tehát ott tartunk, hogy tulajdonképpen négy nagy érdekelt csoport, illetve négy nagy cég maradt, akik valóban képesek egy új antibiotikumnak a piacra dobásában, és valóban érdekeltek. Miért is kockázatos az antibiotikum fejlesztés? Szemben más, akár krónikus betegségekkel szemben, azt látjuk, hogy ezek a bakteriális kórokozók sokfélék, tehát az ellenség sokféle. Nagyon nagy genetikailag is nagyon heterogének, nagyon sok fajba tartoznak. Ezért, és mivel a diagnosztika a gyerekcipőben jár, olyan antibiotikumokra van szükség, amelyek kellően tág spektrumúak. Tehát lehetőleg nagyon sokféle kórokozóval szemben hatékonyak. Viszont azt is tudja mindenki, hogy gyakran káros mellékhatása van az antibiotikumoknak, ezért legtöbbször mérsékelt használatot javasolnak az orvosok. Nos, hát ez ugye azt jelenti, hogy akkor értelemszerűen a profit kisebb lesz. Na most tömeges igényre van, viszont az igény tömeges, különösen a harmadik világban. Érdatlan mennyiségű antibiotikumra lenne szükség, és viszont a piac, a kereslet nagy,
de az a réteg, aki meg tudja fizetni, különösen a harmadik világban kicsi, tehát megfizethetőnek kell lenni. Ebből, ennek a legfontosabb szempontja pedig az, hogy maga a szintézis, az előállítási költség ennek az antibiotikumnak kicsi legyen. Most mi is fejlesztünk antibiotikum, vannak antibiotikum jelöltek, és gyakran beszélünk ilyen piaci partnerekkel, és az első kérdés, amit föltesznek, milyen drága a szintézis. Tehát ez egy olyan szempont, amit alapvetően mi a tudományos kutatómunkánkra nem vetünk fel. Mi annak örülünk, amikor egy új antibiotikum jelöltünk van, és már nem csak a kémcsőbe öljük a baktériumot, hanem esetleg még képes az egereket is ölni. De az, hogy mennyi, mikor és mennyibe fog kerülni az ipari termelése, ezek olyan szempontok, amiket egy kutató azt nagyon ritkán vet fel. Nos, a negyedik szempont, ami miatt káros az antibiotikum fejlesztés kockázatos, az pedig, hogy a rezisztencia nagyon gyorsan kialakul. Számos olyan antibiotikum jelölt volt már nagy cégeknek, amelyeket végigvittek a klinikai 2-3-as fázison, és azt látták, hogy a betegek egy részében nem működik az adott antibiotikum, a kezelés hatástalan maradt, izolálták az adott baktériumot, és kiderült, hogy a szervezeten belül alakult ki a rezisztencia rendkívül gyorsan, az egész projektet dobni kellett, több száz millió dollár ment kukába. Na most miért is olyan gyakori az antibiotikumokkal szembeni rezisztencia? Miért alakul ki olyan gyorsan? Hát az első alapvető szempont, hogy természetesen nagyon sokat használunk a klinikumban, kórházakban, hát és Magyarországon egy rendes család az azt teszi, hogy jól bevásárol antibiotikumokba, felkészülve a liszt és a cukor mellett antibiotikumokat is bevásárolunk, készülve az újabb apokalipszisre. Tehát minden oldalon azt látjuk, hogy egy túlzott használat van, emberi használat. Másrészt ez még mindig csak töredéke annak, amit az állattenyésztésben használunk. Az állattenyésztésben sajnos megint csak a profit az, ami gyakran motiválja az antibiotikum használatot, ugyanis egy része ezeknek az antibiotikumoknak tulajdonképpen hízlalja a haszonállatot. Tulajdonképpen azáltal, hogy a mikrobiomnak, a bélflórának, a hasznos baktériumoknak az arányát változtatja meg, és más hatásokon keresztül. De van egy olyan dolog, amire nagyon ritkán gondolunk, hogy antibiotikumokat nem, de különböző antibakteriális anyagokat napi szinten használunk a kozmetikai kalban. Sokkal-sokkal többet, mint antibiotikumokat. Benne vannak testápolókban, szappanokban, dezodorokban is még sorolhatnám. Na most ezek nem olyan, ezek részben azért emlékeztetnek az antibiotikumokra, tehát nagyon gyakran hasonló maga a kémiai struktúra és a hatásmechanizmusuk is. Ilyen például az egyik, amit gyakran emlegetnek, a triklozán. A triklozán nagyon sok termékben benne van, napi szinten használjuk őket, vagy használhatjuk, és tulajdonképpen a probléma az, hogyha egy triklozán tartalmazó szappant használunk, akkor tulajdonképpen azok a baktériumoknak a feldúsulásához fog vezetni, amelyek a triklozánnal szemben ellenállóak. Most ez önmagában még nem feltétlenül baj, de sajnos a triklozán rezisztenciának egy mellékterméke az, hogy közben más antibiotikumokkal szemben is rezisztens lesz az élőlény. Tehát tulajdonképpen mi a triklozán használatával az a veszély, hogy fennáll az a veszély, hogy tulajdonképpen magát ezeket a rezisztens baktériumoknak, a antibiotikum rezisztens baktériumoknak a felszaporodásához járulunk hozzá. Hogyan is válnak ellenállóvá ezek a baktériumok? Mi a mechanizmus? Most azt kell megértenünk, hogy a mikrobák lévén, hogy nagyon kicsik, rendkívül nagyon-nagyon gyors az evolúciójuk, részben ezért hatalmas az egyedszámuk, rendkívül gyors a szaporodásuk, gyakoriak bennük a mutációk, sőt, még ezt aktívan képesek is változtatni. Tehát, hogyha valamilyen stressz körülmények közé kerülnek, akkor aktívan befolyásolni tudják, hogy mennyi mutáció képződjön a genetikai állományokban. Na most ez oda vezet, hogy mindenféle stressz körülményhez gyorsan alkalmazkodnak, így például az antibiotikumokhoz is. Ezek a spontán variánsok, amelyek egy antibiotikummal szemben ellenállóak, általában ritkák
a bakteriális populációban, de egy antibiotikum kezelés hatására ők lesznek, azok túlélnek, és ők lesznek, akik elszaporodnak. És tulajdonképpen ez semmi más nem zajlik a szervezeten belül, mint egy ilyen darwini evolúció sok-sok lépésen keresztül, ahol 2, 3 vagy 5 mutációnak az összetevőjeként tulajdonképpen nagyon nagy ellenálló képességre tesznek szert ezek a baktériumok. Sőt, van más piszkos trükkjük is, készen tudnak felvenni géneket a környezetből, és ezáltal még gyorsabban tesznek szert alkalmadásra. Na és itt jön az a pont, ahol bennünket részben ez a téma most 2-3 éve elkezdett érdekelni, hogy számos új antibiotikum lesz, ami a közeljövőbe piacra kerül, vagy éppen a piacra dobtak pár éve, vagy akár még csak egy korai fejlesztés alatt van, de a Nature-ben olvashattuk, hogy ez majd milyen hatékony lesz, és hogy velük szemben a rezisztencia nem alakul ki. Mi arra voltunk kíváncsiak, hogy vajon ez az állítások, ezek igazak-e, hosszú távon hatékonyak maradhatnak-e ezek az új antibiotikumok. Na most a kutatásaink során főleg ezzel a 4 fajjal foglalkoztunk, tulajdonképpen azért, mert ők a legjelentősebb kórokozók manapság, és ők azok, akik egy iszkép patogéneknek hívjuk, olyanokra, akiknél a rezisztencia kialakulása igazán komoly problémát jelent. És volt egy listája az antibiotikumoknak, jó párat néztünk, amelyek vagy elfogadás alatt vannak, vagy pár éve kerültek piacra. És tulajdonképpen mi semmi más nem csinálunk, mint ilyen rezisztens baktériumokat tenyésztünk ki a laborban. Felgyorsítjuk azt a folyamatot a laboratóriumi körülmények között, ami tulajdonképpen a természetben is zajlik. Ennek az első lépcsője, hogy elindulunk egy olyan baktériummal, illetve egy olyan változattal, ami az adott antibiotikummal szemben viszonylag érzékeny, majd pedig egy olyan kémcsőbe rakjuk, ami egy paradicsomi állapot az adott baktériumnak, tehát nagyon gyorsan tud benne szaporodni, ám szép lassan növeljük az antibiotikum dózist. Egyre több magasabb dózissal találkozik, és mindazokat és egy kis részét a baktérium populációnak, illetve kultúrának egy friss oldatba helyezzük. Mi történik ekkor? Tulajdonképpen vagy kihal ez a populáció, vagy a mutációk révén alkalmazkodik az újabb és újra egyre nagyobb antibiotikum dózishoz. Az ijesztő tulajdonképpen, mint ahogy látni fogjuk, hogy az utóbbi a leggyakoribb, tehát kialakulnak olyan antibiotikummal szemben ellenálló vonalak, amelyek nagyon magas rezisztenciát mutatnak. Tehát mi történik egy ilyen folyamatnál 30-60 nap múlva? Ez talán az egyik legfontosabb ábrám. Amit látnak az X-tengeren az, hogy a laboratórium evolúció alatt az adott antibiotikum törzs mennyire volt érzékeny, majd pedig az Y-tengeren, hogy mi történt a laboratóriumi evolúció után. Ha ezen a szaggatott vonalon helyezkednének el a populáción, akkor nincs változás az érzékenységben, ám szinte minden populáció és minden fajnak a populációi mindig jóval fölötte vannak, tehát ellenállókká váltak, gyakran 1000-szeresére változik 30 nap leforgása alatt a rezisztencia mértéke. Nem egy, hanem gyakran több antibiotikummal szemben is ugyanezt teszik. Tehát amit itt lehet látni, hogy tulajdonképpen az összes antibiotikum, amit vizsgáltunk, szinte ugyanaz játszódik le. Minden antibiotikummal szemben nagyfokú rezisztencia alakult ki mindazokkal szemben, amit láttunk, egy-két kivétellel szemben. Na most, ami legfőképpen ijesztő, hogy ezekre az antibiotikumra volt mérés arra, hogy mekkora az a maximális antibiotikum dózis, amit el lehet érni a véráramban, és a rezisztencia mértéke e fölött volt. Tehát az az elméleti határ, e fölé nem tudunk menni. Tehát magyarán ezek már olyan ellenálló baktériumok, amikkel szemben a kezelés nyilvánvalóan hatástalan maradhat. Na most két alapvető kérdés merül fel ilyenkor. Milyen mutációk okozzák ezeket a változásokat, és hogy ezek a mutációk a természetben megfigyelhetők-e? Vagy amit csinálunk a laboratóriumban, az csak a kutatóknak egy kisded játéka, vagy van valami köze ahhoz, ami a természetben zajlik le? Na most ez már rutinszerű, hogy a baktériumoknak a genetikai állományát feltérképezzük, akár több száz baktérium populációjét is, és tulajdonképpen ami történik, hogy azokra a mutációkra fókuszálunk, koncentrálunk,
amelyek a laboratóriumi evolúció során következtek be. Majd pedig, amikor ezeket a mutációkat feltérképeztük, akkor megnézzük, hogy a genetikai adatbázisokban ezek a mutációk más természetben előforduló kórokozókban jelen vannak-e. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy azokkal a fajokkal, amikkel dolgozunk, több ezer, 20-30 ezer ilyen kórokozót ismerünk, amelyiknek a genetikai állományát már feltérképezték. Tehát pontosan tudjuk, hogy az adott rendkívül specifikus mutáció ott lehet-e a természetben, ott van-e a klinikumban megfigyelt baktériumban, vagy sem. Hát és kérem szépen, legalább a 25, de valószínűleg ez az arány még magasabb, hogy az általunk laboratóriumban látott mutációk 25%-a már most ott van a természetben, vagy a klinikumban megfigyelt természetes baktériumokban. Jó? Ez rendkívül furcsa. Miért furcsa? Hiszen még nem dobták piacra ezeket az antibiotikumokat. De a rezisztencia, az a specifikus mutáció, ami rezisztenciát biztosít, az már jelen van. Hát miért van ilyen, miért ez a nagy sietség? Miért van előbb a rezisztencia, mint a piacra dobott antibiotikum? Hát kérem szépen, mi az a feltételezésünk, és ez a hipotézisünk, amin nagyon sokat dolgoztunk, hogy ezek az új antibiotikumok nem elég újak. A helyzet az, hogy ezek kémiailag és mechanizmusuk szempontjából rendkívül hasonlatosok ahhoz, amiket már évek óta alkalmaznak a klinikumban. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen nincs választás. Tehát tulajdonképpen az új antibiotikumnál az innovációk nem elég nagyok. Nem ugrottunk elég nagyot a kémiai térben. Csak ennek a kémiai térnek csak egy nagyon kis szegmensét nézegetjük, amikor az antibiotikum kutatásról van szó. És tulajdonképpen azt feltételezzük, hogy a régóta alkalmazott antibiotikumoknak a túlzott használata tulajdonképpen a gátja az új antibiotikumoknak is. Tehát tulajdonképpen, hogyha nem használtuk volna ennyit ezeket a régi antibiotikumokat, ezek az új antibiotikumokkal is használhatóak lennének helyel közel egy darabig, és ezek a mutációk nem jelennének jelen már a kórházakban, illetve a természetben. Nos, ez a kép már így is elég ijesztő, még egy kicsit ráteszünk egy lapáttal, ha megengeditek. Ez egy olyan kérdés, ami engem nagyon régóta izgat, hogy hogyan függ össze egymással a virulencia, vagy fertőző képessége a baktériumnak, és az, hogy ellenálló antibiotikumokkal szemben. Nos, elvileg azt mondhatunk, hogy semmilyen összefüggés nincs. Nagyon sokan a szakmában azt gondolják, hogy egy úgynevezett negatív csereviszony, vagy negatív trade-off van. Az érv, amit én is nagyon sokszor szoktam használni, hogy nincs ingyen ebéd az evolúció során, ha egy jelleg megváltozik pozitív értelemben, akkor gyakran más jellegek, amik ezzel kapcsoltak, azok leromlanak. Tehát nagyon sokan azt feltételezik, hogy az antibiotikum rezisztencia magas szintje, az csökkenő fertőzőképességet fog eredményezni. Ha ez így lenne, nagyon jó lenne. Mert akkor csak elég lenne minimalizálni vagy csökkenteni az antibiotikum használatot a kórházakban, és akkor automatikusan eltűnnének ezek a ellenálló baktériumok, hiszen ők hátrányban lennének a rezisztens várfajokkal szemben. De lehet sajnos az ellenkezője is. Lehet, hogy a két jelleg az pozitív módon függ össze egymással, tehát amikor kialakulnak az ellenálló baktériumok, akkor egyben fertőzőbbek is lesznek. Nos, hogy ezt megnézzük, ehhez sok mindent lehet tenni. Sokféleképpen meg lehet nézni a virulenciát vagy fertőző képességet. Nyilván a legközvetlenebb mondjuk állatkísérleteket, és ezen belül is egérkísérleteket végzünk, és az ember megnézi azt, hogy ha megfertőzi az egereket kórokozó baktériumokkal, és különösen azoknak az antibiotikum rezisztens várfajaival, akkor vajon hogyan változik a baktériumoknak a létszáma az egeren belül, vagy az egér hogyan képes túlélni egy ilyen fertőzést. Nos, ezek rendkívül fontosak,
és ez az nyilvánvalóan, amire a hosszú távon fókuszálnunk kell, de számos oknál fogva és az etikai okoknál fogva mi szeretünk először más élőlényekkel dolgozni, és ez az, amivel mi most szeretünk dolgozni. Tehát tömeggyilkosok vagyunk a laborban, a viaszmolynak a lárváját öldösük nyakra főre, és tulajdonképpen az történik ilyenkor, hogy mind megfertőzzük a viaszmolyt ilyen rezisztens és nem rezisztens baktériumokkal, néha adunk nekik antibiotikumokat is, hogy lássuk, hogy tulajdonképpen maga a viaszmoly hogyan képes túlélni. És az a szomorú hír, ugye ennek az az előnye egy ilyen rendszernek, hogy nagyon-nagyon sok viaszmollyal tudunk egyszerre dolgozni, sok antibiotikummal, tehát egy általános képet kapunk arról, hogy a rezisztencia és a fertőzőképesség hogy függ össze. És a riasztó kép az az, hogy az antibiotikum rezisztens baktériumok legalábbis egy-két antibiotikum esetén különösen gyorsan pusztítják ezt a viaszmollyt. Meglepően nagy az egyezés egyébként a viaszmollyal kapott eredmények és az egérkísérletek között, tehát mi most ezzel nagyon szeretünk ezzel a rendszerrel dolgozni. A másik, amit humán sejtenyészetekkel is dolgozunk, őket fertőzzük baktériumokkal, és szintén azt látjuk egy adott antibiotikum rezisztens típus esetén, hogy azok képesek megfertőzni a humán sejteket, bekerülnek, és tulajdonképpen toxikus hatást fejtenek ki a humán sejtekre, míg a nem ellenálló változatoknál ezt nem tapasztaljuk. Tehát ez azt jelzi sajnos, hogy csak az ellenálló baktériumok azok, akik bejutnak a sejtek, humán sejteknek a belsejébe, és tulajdonképpen lehetséges, hogy ez a pozitív kapcsolat, amit eddig nem fedettek fel, vagy nem gondoltak, vagy nem láttak gyakorinak, ez lehet, hogy valójában ilyen gyakori, és valójában, hogy ez egy általános jelenség, most ez az, amit szeretnénk látni. Milyennek a tétje? Miért csináljuk mindezt? Alapvetően van egy nagyon egyszerű szempont, hogy amikor kialakul a rezisztencia, az nem egyszerűen azt jelenti, hogy nem érdemes az adott antibiotikumot használni, hanem azt, hogy az újonnan piacra ettől többet. Ez azt jelzi, hogy ha piacra dobunk egy új antibiotikumot, ahol ez az összefüggés fennáll, akkor éppen veszélyes potenciálisan ezt az új antibiotikumot használni, mert még fertőző baktériumokat fogunk kitenyészteni. Nos, hát mi a kiút? Van-e ebből az egész csapdából valami kiút? És szeretnék valami reménysugárt is mutatni. Ez pedig az, hogy a sejt, ez még nem a reménysugár része, ez még a reménysugár, az, hogy áthatolhat, de ez a probléma lényege. A probléma az, hogy különösen gram-negatív baktériumok esetén, mint amilyenekkel mi is foglalkozunk, a sejtfal áthatolhatatlan a legtöbb antibiotikum számára. És tulajdonképpen ezen kell valamit változtatni, vagy erre kell fókuszálni. Azt, hogy megértsük, hogy hogyan kell erre változtatni, szeretném ezzel a két karakterrel szemléltetni. Safranek és Mr. Teufel. Nem tudom, van-e olyan, akinek nem mond valamit, Safranek és Mr. Teufel. Safranek egy kutatóintézetnek, a kutatócsoportnak a vezetője, akinek az a feladata, hogy olyan technológiát fejlesszen ki, amivel bejutnak az egérlyukakba, és az egérlyukakban elpusztítják az egeret. Tehát a Safranek dilemmája következő, vagy egyiket, vagy másikat kellene megoldani, és az a probléma, hogy Safranek abban gondolkozik, hogy vagy az egyiket, vagy az egyik másik problémát próbálja megoldani. Természetesen ezek így nem működnek külön-külön, tehát van olyan technológia, amivel bejut az egérjukba, de semmit nem tud kezdeni az egerekkel. A másik pedig olyan, hogyha feltételezi, hogy már benn van az egérjukban, akkor remekül pusztítja az egereket. Nos, hát ez a két feladatot külön-külön mindig sikerül megoldani a Safraneknek, de ez így nem elég jó, ezért Mr. Teufel rendszeresen elgyepálja. Miért mondom mindezt? Mert alapvetően valami hasonló az antibiotikum fejlesztőknek is a dilemmája. Ugyanis egy olyan antibiotikumot, az antibiotikumoknál is ugyanezt kell megoldanunk. Egy olyan gyógyszert kell kifejlesztenünk, ami egyszerre képes áthatolni ezen a sejtfalon, majd ha bejutott,
a sejt belsejébe, a citoplazmába, ott az mag akkor valóban képes az adott célponthoz eljutni, és ezáltal ölni a baktérium sejtet. Ha ez a kettős problémával állunk szemben, akkor, és számos olyan, bocsánat, még van egy pont, hogy nagyon sok olyan antibiotikum jelöltet látunk, amelyik tulajdonképpen egy in vitro már működik, tehát azt feltételezze, az adott célponthoz el tud jutni, vagy adott célponthoz eljutva már képes valóban gátolni az adott pontnak a adott célpontot. De tulajdonképpen az ideális célpont, és ez az én gondolatom, illetve nem csak az én gondolatom, hanem a szakmának egyik fontos konklúzió, hogy olyan fehérjéket kell támadni az új antibiotikumoknak, amelyek a sejtfal és a sejtmembránnak nagyon fontos alkotó elemei. És ez azért van, mert ezek a fehérjék nagyon konzervatívak baktériumokban, de csak baktériumokban találhatóak meg. Tehát hiányoznak emberi sejtekből például. Tehát ez azt eredményezi, hogy amikor ilyen antibiotikumokat alkalmazunk, és abból azért van egy jó pár, akkor tágspektrumok lehetnek, tehát sokféle kórokozóra lesznek hatással, de nem lesz toxikus hatásuk az emberi sejtekre. És ezeknek a fehérjéknek a működésképtelensége egyben növeli a sejtfal áteresztő képességét. Tehát tulajdonképpen egy pozitív hurok alakul ki. Mi, hogyha megtörik ez a sejtfal, sejtmembrán és nő az áteresztő képesség, annál jobban célhoz tud érni az adott antibiotikum, akár egy kombinált kezeléssel együtt, és akkor annál nagyobb az esély, hogy a kórokozót képesek leszünk kiirtani. Nos, hát tulajdonképpen ez a fő mondandó, vagy tudományos mondandó, amit szerettem volna mondani, de egy kicsit szeretnék beszélni így a társadalmi oldaláról is ennek a problémának, hogyha megnézzük a különböző hírportálokat, akkor mindenféle híreket látunk arról, hogy vannak természetes antibiotikumok. Ilyen például, hogy a legerősebb természetesen egy antibiotikum, ami megöl minden kórokozót. Neptőn magadat gyógyszerekkel, könnyen elérhető alapanyagokból természetes antibiotikumot nyerhetsz. Méz, fokhagyma, citrom és társai. Erősítsd immunrendszeredet egészségesen. Top 10 szuperhatékony természetes antibiotikum. A természet maga a csoda. Tehát nem kétlem, hogy ezek az itt felsorolt természetes szerek valóban egészségesek, de az biztos, hogy nem váltják ki egy antibiotikum kúrát. Tehát tulajdonképpen nagyon fontos az, hogy amikor, és ezeket tömegével megtaláljuk az interneten, és az látszik, hogy irdatlan mennyiségben terjed egy ilyen szubkultúra, amiben a gyógyszerek használattal szembeni szkepszis terjed. Tehát tulajdonképpen egy fake news áradattal is szembe találjuk magunkat. És az a mentalitás, hogy mi kutatók azt csináljuk, hogy leírjuk a világot, hogy hogyan működik, majd ti meg menjetek és mentsétek meg ti srácok, ez nem fog hosszú távon működni. És tulajdonképpen azt gondolom, hogy a részben az a kutatóknak a feladata, hogy itt valamit tegyenek, és olyan típusú úgy kommunikáljanak, hogy az valóban érthető és hiteles legyen. Most ez sokkal nehezebb, mint amilyennek tűnik. Tehát itt óriási szerepe van az ismeretterjesztésnek szórakoztatóan és könnyedén. Valamilyen egészen más stílusban, mint amilyekhez hozzászoktunk. Tehát nem tudom, hogy önök-e észrevették-e, de alapvetően én azt érzékelem, hogy a különböző YouTube csatornák letarolják a médiát. Ennek van jó és rossz oldala egyaránt. Tehát itt felhozhatnám az egyik magyar legnépszerebb YouTuber, a Pam kutyának a példáját. Pam kutyáik heti rendszerességgel jelennek meg, 10-15 perces videókkal, nagyjából 1 millió feliratkozójuk van, 1 millió. Jó, tehát minden tizedik ember feliratkozott Pam kutyára, és heti rendszerességgel nézi. Kialakítottak egy brandet változatos témákban, és újabban a szórakoztató ismeretterjesztés irányába is elindultak. Én a fiam révén elég sokat nézek Pam kutya videókat. És van pár dolog, amiben tanulhatunk tőlük. Az egyik,
hitelesnek tűnnek. A hitelességük, hogy nem próbálnak szakértők lenni, ez a brandjük, hanem ők valójában közé, azt érzi a hallgató, a 14-18 év körüli hallgatóság, hogy ők olyanok, mint mi. Egyszerűen csak érdeklődnek, lelkesek. Innen-onnan összeszednek információt, és azt szeretnék megosztani velünk. Tehát az a kíváncsiság hajtja őket, ami szerintem nagyon jó dolog. Általában nagyon egyszerű a mondandójuk, de nem bagatelizálnak, és nem próbálják úgy előadni magukat, mint hogyha bármilyen formában a közönségüket lenézik, és természetesen elég látványosak is. Tehát valahol az online ismeretterjesztésnek és az ismeretterjesztésnek ez az oldal az, ami kezd dominálni, és nyilván fontos, hogy hogyan szűrjük meg ezeket az információkat, illetve hogyan találja meg ez a 14-18 év körüli generációt, ami valóban hiteles. Mit lehet ebben tenni? Mert nyilván nagyon sok fals információ is terjedhet ezeken a csatornákon. Nos, hát nagyjából ezt szerettem volna mondani. Köszönöm szépen a figyelmet. Szeretném megköszönni a támogatóimnak, hogy idáig eljuthattam, nagyon sokan vannak, és a főnökömnek is, mivel olyan munkakörülményeket biztosít, ami tényleg egy egyedi, tehát a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban jó dolgozni, és hát legfontosabb persze a munkatársaimnak, akikkel 13 éve együtt dolgozom, és hát ezeken a problémákon gürcölünk nap mint nap. Köszönöm szépen a figyelmüket! Térjünk a tájra, tulajdonképpen a legszebb része ennek a mai napnak az, hogy nagyon sok szeretettel átadjam a ideájuk a vonalat. Jó, ide a vina. Igen, jó, hogy átadjam ezt a nagyszerű akadémiai levelet. Köszönöm szépen. Gratulálok. Fel is olvasom. Magyar Tudományos Akadémia 195. közgyűlése Pál Csaba professzor urat az evolúció és rendszerbiológia terén kifejtett kiemelkedő tudományos tevékenysége elismeréséül a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választja. Budapest 2022. május 3. Frany Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Még egyszer.